Két évvel ezelőtti képek a Győrúj baráti Eckart ringről, csak ezen a helyszínen 13 000 plüsmacit gyűjtött össze a lelkes csapat a plüsmacit minden mentőautóba akció során. Ez a szám országosan az 55 000-et is elérte. Volt olyan kisgyerek, aki könnyes szemmel hozta be a napokban a maciát, amit két évvel ezelőtt társa volt a mentőben, a nehezebb pillanatokban, meséli Ladocsi Norbert híradónak. A kezdeményezés egyik atya elmondta, az ilyen pillanatokért érdemes csinálni. Nagyon sikeres volt a plüsmackolt a mentőautóba kampányunk, és igazából ezen felbuzdulva próbálunk egy új kezdeményezést, sőt november 19-től már tulajdonképpen a szervezés meg is kezdődött, hogy minden megyei kórház gyermekosztályán legyen látva a plüsmackókkal az országban. Hát ugye a tavaly előtti megmérettetésben 55 000 mackó gyűlt össze országosan, itt a pályánkon 13 000 mackót számoltunk össze, és igazából mi egy gyermekközpontú intézmény vagyunk, tehát a gyermekek vannak nálunk fókuszban, és szeretnénk tulajdonképpen egy olyan karitatív dolgot véghez vinni így szintén Győrbe és a győriek összefogásával, ami azt mondom, hogy megint bekerülhetne úgymond a történelemkönyvbe így Győrbe. November 19-én kezdődött az új akció szervezése, és már az eredménye is látható, de a már meglévő macik mellett számos cég, szervezet és csapat jelezte, hogy ők is részt vesznek az idei gyűjtésben. Nem csoda, hiszen mindenki tisztában van vele, milyen jótékony hatása van az ilyet beteg gyermekekre. A jótékony hatása van tulajdonképpen a mackónak egy ilyet gyerkőc számára. Tehát a célunk az az, hogy a kórház gyermekosztályán fekvő lévő gyerekek, tehát az osztályos felvétel után megkapják ezt a kis steril mackót, amit az osztályon az adott doktornőtől, védőnőtől, nővérkétől fognak majd átvenni, és akkor tulajdonképpen ez a kórházi kezelés ideje alatt, műtét ideje után vele lesz a kórházban, és ezt haza is viheti. Tehát a célunk továbbra is az, hogy mackó legyen, ez a mackó tudja tulajdonképpen ezt az érzést kiváltani a gyerkőcből, hogy megnyugodjon. Ladocsi Norbert hozzátette, két győri mosoda is felajánlotta ingyenes segítségét a mackók sterilizálásában. A tervek szerint az összegyűjtött plüssöket december 20-án adnák át a Lurkó Alapítvány képviselőjének.